számos fénysugarakat fogunk ejteni domború, illetve homorú prizmára. Az olyan körült közegeket, amelyek a fénysugarat átengedi, prizmáknak nevezzük, gyakorlatilag két görbült felülettel kivágott kimencet részt készítettünk műanyagból, illetve akár lehet üvegből is készíteni ezeket az eszközöket. Ha erre a lencsére az optikai tengellyel párhuzamosan ejtünk be fénysugarakat, akkor látjuk, hogy a domború lencsén való törés, kétszeres törés után ezek a fénysugarak egy pontban metszik egymást. Ezeket a lencséket domború lencsének nevezzük, és mivel a fénysugarakat gyűjti, ezért gyűjtő lencsének is nevezzük. A párhuzamosan beérkező fénysugarak a törés után egy pontban metszik egymást, valóban metszik egymást, ezért ezeknek az optikai leképező eszközöknek valódi fókusza van, fókusztávolságuk ezért pozitív. Kicserélem a lencsét egy másikra, ezt homorú lencsének nevezzük. A optikai tengellyel párhuzamosan beérkező fénysugarakat ez az optikai leképező eszköz széttartóvá teszi, tehát a fénysugarakat a törés, a kétszeres törés után szórni fogja. Mivel a fénysugarak széttartóvá válnak, ezért ezeknek csak a meghosszabbításait metszik egymást, körülbelül itt, ebben a pontban. Az ilyen lencséket homorú lencsének nevezzük, mivel a fénysugarakat szórja, ezért szóró lencsének is nevezzük, mivel a megtört fénysugaraknak csak a meghosszabbítása metszik egy pontban egymást, ezért ezeknek a fókusza látszólagos értéke.